Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Gyenge hidegfront érkezik hozzánk az éjszaka, bár ez igazából holnap inkább szorványosan okoz majd csapadékot, zápor, illetve néhol zivatar formájában. Több csapadékra majd pénteken van kilátás, hiszen ekkor ér el minket az a hidegörvény, amiről már a kollégáim is szótejtettek az előző napokban, illetve ez a hidegörvény teszi majd változékonyabbá a hétvége időjárását. Előtte nézzük is meg, hogy hogyan is éri el hazánkat ez a gyenge hidegfront. Itt már látható is, ahogy az éjszaka második felétől a tőlünk északnyugatabbra, illetve északabbra tartózkodó frontrendszer hidegfronti szakasza és annak a felhőzete eléri a Kárpát-medence térségét, majd vonul végig hazánkon a csütörtöki nap során. De ezt követően sem áll meg az izgalom, hiszen a csütörtöki naptól kezdve még közelebb kerül hazánkhoz az a hidegörvény, ami tőlünk északabbra, illetve északnyugatabbra tartózkodik, és tartósan vendége lesz a Kárpát-medencének ez az úgynevezett hidegcsepp, ami a változékonyabb, illetve labilisabb időjárást eredményezi hazánk területén több záporral, illetve zivatarral. De előtte térjünk is vissza az előttünk álló éjszakai órákra. Itt még láthatóan kevesebb lesz a felhő fölöttünk, hiszen a most délután képződő gomoly felhők előbb még feloszlanak, majd az éjszaka második felétől, amikor közeledik ez a gyenge hidegfront, egyre vastagszik majd a felhőzet, és egyre az északi-északnyugati területeinken egyre inkább megnövekszik majd a felhőzet. Ezekből a felhőkből itt a nyugati, északnyugati tájakon már a hajnali órákban záporok kialakulása valószínű, a hőmérséklet pedig a leghűvösebb óráinkban 11, illetve 16-17 fok között fog alakulni. Az északra forduló szél pedig egyre inkább élénk lesz, illetve több helyen meg is fog erősödni. A holnapi napon pedig még inkább még több felhő érkezésére számíthatunk majd, a legtovább a keleti, illetve a tiszántúli területeinken fog sütni a nap, ott még a több órás napsütés lesz a jellemző, majd a felhőzet térnyerése oda is megérkezik, és a csapadék kialakulására már ezeken a területeken is lehet majd számítani. Bár elsősorban a csapadék a legjellemzőbb az észak-keleti tájainkon lesz, valamint itt a nyugati-délnyugati tájainkon, ezeken a területeken a záporok mellett zivatarok kialakulása is valószínű. A hőmérséklet pedig legmelegebb óráinkban a 29 fokot is elérheti, erre leginkább délkeleti tájainkon lesz esély. Az északiasra forduló szél pedig egyre inkább megélénkül, illetve több helyen erős lökések kísérik. A pénteki napon már aztán láthatjuk, hogy pár fokkal a hőmérséklet is visszaesik, ekkor már a legmelegebb órákban 18, illetve 23-24 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk, és a nap nagy részében a csapadéké lesz a főszerep, több helyen előfordulhat zápor, illetve zivatar. A széllökések ekkor is erősek, illetve majd élénkek lesznek, főleg a zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Aztán a hétvége során, mint ahogy említettem, a hidegcsepp fölöttünk való tartózkodása által változékonyabb időre számíthatunk, és elsősorban ekkor is a záporok, illetve zivatarok kialakulása várható, de inkább szorványos jelleggel. A keleti tájakon pedig mind szombaton, mind vasárnap picivel zártabb lesz a felhőzet, ott vastagabb lesz a felhőtakaró, és szombaton ezáltal a keleti, illetve a keleti határaink mentén még akár tartós eső is előfordulhat. A hőmérséklet viszont picit melegebb lesz a péntek kihez képest, ekkor már azért 24, illetve 25 fokot is elérheti a hőmérséklet a legmelegebb óráinkban. A hajnali órákban viszont inkább hűvösebb idő várható 10 és 17 fok közötti hőmérsékletekkel. A jövő hét elején egy kis átmeneti melegedés várható, hiszen egy anticiklon tartózkodik majd a közelünkben, és ekkor már a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet csúcsértéke. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett az előrejelzés, iratkozzatok fel, és kövessetek minket a megadott elérhetőségeinken. Viszlát, sziasztok!